Hölgyetem, kicsit furcsa, hogy még senki nem hívta fel önt. Hogy? Hát ugye, erre a hétre nyomozóvá léptették elő, a Scotland Yard mégsem jelentkezik. Komoly ügyön dolgozhatnak, ha egy szakértőjük sem szabad. Nem ezt keresi? De köszönöm. Pedig hát a hír nyilván elterjedt a hatósági körökben is. Hmm. Munkát Tom Petersonnak. Bocsánat, Tom Peterson megbízott nyomozónak. Elég már, Frosty. Mert végül is maga oldotta meg az eltűnt fűnyíró esetét is. Egy brilliáns, ösztönös és tényszerű gondolkodásmóddal. Egyenesen a fészerbe ment, miután rájött, hogy ott felejtette. Erre kíváncsi lennék? Parancsol. Ha a főfelügyelő megbízná, mondjuk egy ilyen üggyel, megbirkózna vele? Miért nem? Nem tudom, látja, hiába szajkózom. Magának arra kell ügyelnie, hogy ne akarjon túl sok fronton megfelelni, ugye? Jó reggelt, hölgyem, segíthetek? Csak. Hogyan? Szeretnék bejelenteni. Történt egy gyilkosság. Én megöltem valakit. Kegyed? Igen. Hol? A házamban. Az merre van? Nem tudom. Valahol a... nem tudom. Hogy hívják önt, hölgyem? Tessék? A nevét árulj el. Hölgyem, jobb, ha megmondja. Én azt sem tudom. Istenemre, nem emlékszem, nem Jól tudom. Jól van, nyugalom, hívjuk az orvost. Jöjjön csak, semmi baj. Jöjjön csak. Leülünk, és mindjárt jobb lesz. Itt foglaljon helyet szépen. Nyugalom. Szóljon Summers doktornak, hogy jöjjön, ahogy csak tud. Igen, egy nő. Nem, azt még nem tudjuk, hogy ki. Az a baj, hogy ő sem. Thriller. Elképzelt gyilkosság. Nem emlékszik a nevére? Nem, sajnálom, de nem. Jól van, akkor fel... Nem, azért inkább ne felejtsük el. És a gyilkosságra? Gyilkosság? Igen. Egy gyilkosságot jött bejelenteni, amit állítólag maga követett el. Arra emlékszik? Éjfélkor. Éjfélkor. Akkor történt? Azok a hangok. Hangok? Igen. Éjfélkor lesz a legjobb. Amikor a nő egyedül van. Ki? Mit óhajt? Gondolom, megint egy kávét. Ó, remek, igen. Menjen csak, Frosty, intézem. Igenis, segédnyomozó úr. Szóval két egy nőt gyilkolt meg? Jill-t, és ő ki? Aki zsarolta őt. Zsarolta? Azért ölte meg, mert zsarolt valakit? Ellie... Igen, Ellie volt, aki segített. Ellie! És ez a városban történt? Nem. A házban, az egész ott történt. Jól van. Gondolkozzon, aztán mondja el, hogy volt, hogy pontosan miként tette meg. Valamivel éjfél előtt telefonálnak egy fontos ügy miatt. Igen. És ő elmegy, hogy legyen alibije, tudja. El kell mennie, hogy rá ne gyanakodjanak. És akkor ő egyedül lesz a házban. Se telefon, semmi, teljesen egyedül marad. De azt mondta, volt egy hívás. Elvágjuk a zsinórt a hívás után. Mm. És akkor magára marad. Folytassa. Amikor éjfélt üt az óra, betörünk. És akkor kell történnie, amikor üt az Miért óra. Miért olyan fontos, hogy pont akkor? Nem az idő miatt, hanem az óra. Már régi. És furcsa, és amikor...
Éppen éjfélt üt, akkor megőrül, és borzasztóan hangos. Azt sem hallani tőle, ha betörik az ajtót. Meg akartok csináltatni. De miért kellett betörni az ajtót? Nem volt kulcsa? Mert rablásnak kell látszania. Betörésnek. A dolgozóban rengeteg a pohár. Értékesek, némelyik ezreket is megér. Majd elveszünk párat, hogy azt higgyék, rablás volt. Aztán nagyon halkan az emeletre megyünk, benyitunk, Istenem, annyira hangos a zene! Zene? Milyen zene? Bartók! Biztosan Bartók, mert az az egyik leghangosabb. Annyira hangos, hogy más nem hallani. A sikolyt például, erre gondol, ugye? Nem bírom. Mikor múlnak már el ezek a hangok? Nem akarom őket hallani. Nem akarok rájuk hallgatni. Hogyan csinálta? Megölte azt a lányt vagy asszonyt, Jillt. Emlékszik rá, hogyan? Hogyan gyilkolta meg? A piszkavassal. És ki segített? Nyilván az illető, aki az alibi miatt elment. Akit zsarolt a nő, igaz? És ő ki? Jó napot. Siettem, ahogy tudtam. Annyira nem kellett volna. Ha? Semmi. Szóval ő az ifjú hölgy, aki nem emlékszik semmire. De sok mindenre emlékszik. Csak a nevére nem. Értem. Maradhatnék? Sajnálom, kint várjon. Doktor, egy gyilkosságról kezdett beszélni. Most az egészségi állapota az elsődleges. És Tom? Igen? Még nem is gratuláltam önnek. Mihez? Hát az előléptetéséhez. Ó, köszönöm. Nagyon köszönöm. Ügy lezárva, az ifjú Peterson megint parádézott. Az biztos, hogy jól eltervezték. Betörés, alibi, piszkavas. Drágám, nem kellene még... Adj Isten, történt valami? Csak egy jelentéktelen gyilkosság, uram. Hogyan? Egyelőre csupán elméletben. Peterson kolléga vizsgálja. Ó, valóban? Akkor lenne szíves beavatni az ügybe? Ennek semmi értelme. Biztosan állítja. Attól nekünk még nem kell elhinnünk. Egy megjátszott rablás, gyilkosság. Volt bejelentés betörésről? Nem tudom. Ellenőrizni kéne. Nem volt rá idő. Frosty? Nem volt, uram. Na, látja. Doktor? Az hagyján, hogy amnéziás, de szerintem agyrázkódást is kapott. Bántalmazásnak nincs nyoma. Pár napon belül megnyugszik, és emlékezni fog mindenre. A gyilkosságra is? Ja, igen. Tom már említette. És mi a véleménye? Jó napot. Egy pillanat, elnézést. Várjon, kérem. Mit gondol, elképzelhető, hogy igazat mond? Nem kizárt, de nem is valószínű. Nagyon zavart még. Tehette, de el is képzelhette. Elképzelhette, haja? De annyira meggyőző volt. Ne reménykedjen. Mi okozhatta az agyrázkódást? Egy esés, autóbaleset. Éppen emiatt jöttem. Találtam egy elhagyott autót alig egy mérföldre innen. Se sofőr, se utas. Csak ez a könyv.
Mi az? Nézze meg! Mrs. Drew, most már tudjuk a nevét. Többek között. Ez itt ön a férjével, ugye? Már fel is hívtuk, úgyhogy úton van ide. Most már önnek is beugrott, hogy a neve Mrs. Betty Drew? A híres író felesége. Őt még én is ismerem, pedig nem olvasok krimiket. Ezeket érdemes. A kollégával ellentétben én nagy rajongója vagyok a férjének. És mivel ön nem olvasta, ezt elmondom a tartalmát. Egy házaspárról szól, akik meggyilkolnak egy zsarolót. Akkor csak a könyvet idézte? Nem is volt gyilkosság? A hangok. Mi van a hangokkal, Mrs. Drew? Elfáradtam. Az orvos is kérte, hogy hagyjuk pihenni. Hamarosan itt lesz a férje. Gyilkosság óraütésre. Nekem akkor is olyan hihetőnek tűnt. Nem tanultam meg, hogy egy nyomozás tényeken alapul. Á, ön Mr. Drew, igaz? Terson főfelügyelő. Hol a nejem? Semmi baj, az orvos adott neki nyugtatót, a kocsiját pedig majd... Ki a fenét érdekel a kocsi? Hol van Betty? Drágám. Gyere, szívem. Hazamegyünk. George. Így azért már mindjárt más. Nos, én sajnálom, hogy ilyen gondot okoztunk. Ugyan, legalább volt szerencsém önt megismerni. Minden könyvét olvastam, tudja? Nagyszerű kikapcsolódást nyújtanak. Ennek örülök. Mindet kivéve a legutolsót. Azt még nem sikerült megvennem. Majd szólok Jillnek, hogy küldjön egyet. Jillnek? Ő ki? A titkárnőm. Gyere, szívem. Annyiszor kértelek, hogy ne vezess gyorsan, pláne amikor ilyen nedvesek az utak. De hát csak a saját károdból tanulsz. Egyébként hova indultál? Azt már nem tudom. Nem emlékszem semmire, csak az éjszakára. Azaz? Együtt vacsoráztunk az este, igaz? Igen, az étkezőben. Na gyere, pihenj le. Mi baj van? Rám ugye azért emlékszel? George. Így van. A te kis férjed, aki nagyon szeret. Gyere szépen az ágyba. Így. Feküdj csak le. Azok egy jó teát, rendben? Megyek a városba egy időre. Ugye tartja a frontot Peterson? Nyugodtan, kényelmesen, esetleg olvasom egy krimit. Nevethet. Ismeri a mondást? A nevetés hízlal. Frosty? Tegyük fel, hogy valóban megtörtént. Ne tegyük fel, mert nem történt. Nézze, hogyha... rablás vagy gyilkosság történt, az mostanra kiderült volna. Igaz. És hogyha csak
Eltervezték, de valami közbe jött. Mire cél az? Ön is látta a nőt, szinte remegett. Mivel autóbalesete volt. Igen. De miért sietett úgy, hogy a kocsi lecsúszott az útról? És mi van akkor, ha nem is a baleset miatt kapott agyrázkódást, hanem még előtte, akár előző éjszaka? Éjszaka? Amikor ennek a Jillnek a megölését tervezték, aki egyébként létező személy. Ne, kérem, tovább, ez már... Elkövették a gyilkosságot, de a nő bepánikolt. Beugrott a kocsiába... A férfi pedig csak úgy elengedte? Nem, nyilván nem. De nem is gátolhatta, mert volt más dolga. Micsoda? Például elrejteni a holttestet. Uram, ha George Drew egyszer kifogy az ötletekből, én beajánlanám magát. És egyáltalán semmire nem emlékszel. Nos, aludj egyet, és majd később beszélünk, jó? Csinálsz? Ja, végre találtam helyet annak a sok régi könyvnek. Jennet kéne. Hol van Jill? Tudod nagyon jól, hogy... Ja, nem, honnan is tudnád? Elutazott pár napra a bátyjához. Gyere, feküdj le szépen. Drágám, annyira zavar, hogy így kiesett ez az elmúlt nap. Megesik az ilyesmi, ne idegeskedj. Egyébként pedig nem történt semmi különleges. Ha történt volna, emlékeznék rá? Nem tudom, nem biztos. De ha valami szörnyűséget tettem volna, arra emlékeznék, igaz? Hová készül? Csak körülnézek abban a házban. És mit szól majd a főfelügyelő, ha megtudja? Ne tudja meg. Rendben, Frosty. Hello, Mrs. Drew. Emlékszik rám? Igen, persze. Jöjjön be. Köszönöm. Csak egy perce zavarom. Erre volt dolgom. És gondoltam, megnézem, hogy van.
Nos. Milyen figyelmes. Nem inna valamit? Köszönöm. Mit tölthetek? Egy viszkét, Mr. Peterson, Tom Peterson. Igen, az jó lesz. Nem akármilyen poharak vannak itt. Bizonyára értékesek is. Igen, majdnem mindegyik az. Sőt, némelyik felbecsülhetetlen. Köszönöm. Nem valami védett ez a hely. Nem fél a betörőktől? Dehogy nem. Csak tudja, ez a világ a félelemről szól. Atombomba, betörések, rablások, májzsugor. Ha mindig erre gondolnék, megőrülnék. Csirió. Csirió. Netán keres valamit? Igen. Ha kéri, szívesen körbevezetem. Bocsánat, csak a megszokás. Egy rendőrnél ez jó szokás. És mire következtet? Hogy ön író. Ha, brilliáns. Jól él, de nem szívesen adózik. Ha, ki szeret? Én sem, de nem is aggaszt. Ha, szerencsés ember. Tudja, tőlem 100 fontból 90-et elvesznek. Ezért van az a kis nyaralom a Bermudán, hogy valami maradjon is. És a nejed? Így van, szívem, téged is csak az adó miatt vettelek el, tiszta anyagi érdekből. Egyébként jogos, jobb így. Mivel a felesége nevén fut a cége, igaz? No, csak egy adószakértő. Azért nem, de volt néhány csikkasztási ügyem. Hűha. Még egyet? Nem, köszönöm. Ez így teljesen legális, Mr. Peterson. Ó, igen, tudom. Azóta beugrott még valami a gyilkosságról. Gyilkosság? Igen. A neje egy gyilkosság miatt jött be hozzánk. Hogy mi? Mondja el. Drágám, ez igaz? Igen. Kicsit összezavarodtam. Hát ez nem meglepő, azt hiszem. Amilyen történeteket hallasz, még reggeli alatt is gyilkosságokról beszélünk. Nekem mennem kell. Köszönöm az italt. Ja, és Jill. Jill? Igen, a felügyelő beszélne vele, hogy emlékeztesse az új könyvére, csak nem tudja a vezeték nevét. Elárulná nekem? Pembury. Jill Pembury. Jill Pembury. Köszönöm. Viszlát. Jövök. Még egyszer köszönöm az italt. Kérem. Most már tényleg meg kellene javítani. Viszlát, uram. Minden jót. Vége az első résznek. Második rész. Nem, szó sem lehet róla. Frosty. De nincs semmilyen ügy, Tom. Nincs. Kérem, az én kedvemért mi baj lehet? Kérem. 279-415. Csupán azért teszem, hogy végre békén hagyjon ezzel. Igen? Miss Pembury-t? Nem tudom adni, most nincs itt. Ki keresi? A társadalombiztosítási hivataltól hívom egy számlaegyeztetés miatt, amihez sajnos személyesen kellene beszélnünk minél előbb. Meg tudnám mondani, mikor lesz elérhető? Nem, úgy emlékszem, egy rokonához ment, aztán meg a fodrászához, úgyhogy nem tudom. Ó, hát ez kár, igen. Kérdezze! De talán ön is segíthet. Meg tudnám mondani Miss Pembury lakcímét? Igen, Carringtonban él. De szabad még egyszer a nevét? Halló? Szóval, nincs ott. Rendkívül gyanús. Az bizony. Nagyon szokatlan. Igen. Gyerünk, rohamozzuk meg a helyszínt 10 kocsival, és... Jaj, nem. Azt azért nem kell. De kicsit később visszamegyek. Köszönöm.
miért hallgatod ezt? Nem is tudom, mert rég nem tettem fel. És Bartók zenéjére a legjobb fürdeni. De talán túl hangos. Így most jó? Így jó? Mondtam, hogy hagyja őt. De uram, kérem, hallgasson meg. George Drew egy befolyásos ember. Ha sokáig zaklatja őt velem együtt... Mégis ott voltam nála. Igen, az engedélyem nélkül. Uram, úgy volt minden, ahogy a nő mondta. A poharak, a piszkavas, az óra, ami iszonyatosan hangos. Én láttam ezeket. És nem csak egy könyv hasábjain. Szívesebben volt járőr? Lefokozhat, hogyha az ösztöneim cserben hagynak. Egy óra. Poharak. És Jill Pembury, a nő, akit meg akartak ölni. Jaj, ne kezdje már megint. Aki létező személy, és furcsa mód nincs sehol. Hogy? Drew azt mondta, hogy fodrászhoz ment, így hát ellenőrizte mindent. Paul szalonjában ismerték őt, sőt, rendszerint oda jár, de ma nem volt. Még csak be sem jelentkezett. Ez röhelyes. Aztán felhívtam a Carlingtoni kapitányságot, mert a nő hivatalosan ott lakik. A gondnok két napja nem látta. Mit gondol, Frosty? Nem tudom, de meglehetősen furcsa. Ez egészen biztos? Igen. A gondnak sem látta? Magam beszéltem vele. Üdvözlöm Önöket újra. Elnézést, hogy zavarjuk, uram, de lenne pár kérdésünk Jill Pemberyhez. Jillhez? Mi történt? Csak hívja ide, kérem. Most nem tudom ide hívni, de mégis miről van szó? Elmondjuk, uram, amint beszéltünk Miss Pemberyvel. Itt hiába keresik, elment. Mikor? Ma reg... Nézzék, én nagyon szívesen együttműködöm a rendőrséggel, de most már tényleg tudni szeretném, hogy mit akarnak Jill-től. Csupán látni, uram, feltétlenül. Már megbocsásson. Én tudom, hol van. Drágám, nem kéne beleavatkoznod. De ha egyszer tudom. Honnan tudnád, amikor én sem... Megmutatom. A feleségem nincs magánál. A kulcsot. Szívem, nem vagy jól. Kérem. És mégis minek az neked? Hogy megmutassam Jillt. Úgy véli, hogy oda bent van. Nyisd ki, George. Neked elment az eszed. Maguk is láthatják, hogy a feleségem... Önnél van az a kulcs? Igen, nálam akkor van. Legyen szíves. Mégis miféle nyomozás hiába ez neked? Hiába erősködsz. Tudják, elmondtam nekik. Mit tudnak? Egyszerűbb, ha önként kinyitja. Vagy betörjük. Jól van, itt a kulcs. Segítene? Ezt nem értem. Miért? Mégis mire számított? Arra. Jill! Az urakat is megismerhetem. Ön Jill Pembury? Igen. Mi folyik itt, George? Nem tudom, Jill. Én is magyarázatra várok.
Tévedtünk, uram, sajnos súlyosan. Jól mondom? Bocsásson meg. És mi volt a tévedés alapja? Úgy véltük, Miss Pemberi eltűnt. Eltűntem. George nem mondta, hogy szabad napom volt. Ugyan, azt sem hitték volna el. Még jó, hogy visszajöttél. Persze, hogy visszajöttem. Csak a bátyámnál jártam. Előtte pedig a fodrászatban. Nos, nem tudok mit mondani, uram, de ha panasszal kíván élni... Nem. Csak felejtsük el az egészet. Ön elfelejtheti, de én nem. Hello, Frosty. Jaj, be ne menjen, nagyon kérem. Ha csak nincsenek tűzálló fülei. Bent felejtettem a stetoszkópomat. Ó, az jó helyen van. Ha a felügyelő bedühödik, szükség lesz rá. Ó, hello, Arthur. Gondolom ezért. Igen, köszönöm. Hívjon otthon, ha kellenék, Frost. Értem. De ha lehet csak, akkor ha konkrét tényeket is tudnak. Igen, uram. A törtető ifjúság. Nem újdonság, igaz, Frosty? Nem, természetes dolog. Rendesen helyre tette? Nézze, csak talán sokkot is kapott. Hát, ha gondolja, felírhatok valamit. Mondjuk egy italt a számlámra. Ugyan, orvosi javallat. Köszönöm. George mesélt a balesetéről, iszonyú. Hogy érzi magát? Jobban. Hozzak önnek valamit, egy teát? Nem kérek. Jól van. Az a gyilkosság sem akármi. George beszélt a vallomásáról is. Ugyan kit tudna ön megölni? Ostobaság. Magam sem értem. Nyilván nem voltam észnél, szó szerint. Szégyellem is magam miatta. Ugyan. A rendőrség szerencsére nem vette komolyan, mármint a vallomást. Igen. Biztos nem kér semmit? Nem. Jill, miért nem vesz ki pár napot? Hogy? Esetleg pihenhetne egy keveset. Jót tenne önnek. Én idén már voltam szabadságon. Nem is emlékszik? Nem. Erre, többek között erre sem. Kérem, pihenjen le. Üljünk ide a tűz mellé, jó? Rendben. Mi legyen? Egy pohár sör? Az jó lesz. Éjfélkor megölni. Megmondtam, engem senki nem fog ezzel zsarolni. Elmentem, ameddig lehetett. De nekem is véges a türelmem. Ez pedig az a pont, ahol meg kell állnom. Egész jól alakul, nem? Mi? George új könyve. Nem tudom, honnan szedi az ötleteit, de mindig sikerül, és a legjobbkor. Minden a tervezésen múlik, és a részletek tökéletes kidolgozásán. Egyetértesz, ugye, drágám? Jó ét. Neked is, szívem. Hol is tartottunk? Ebből is látszik, mennyire kezdő vagyok. Gyilkosság, zsarolás. Azért ez nem teljesen a maga hibája, Tom. Valóban meggyőző volt, megtévesztő. És alig, ha nem ő is bánja. Én jobban.
Az ilyeneket hívják az orvosok neurotikusnak. Tesznek vagy mondanak valamit, ami helytelen, hogy aztán bűntudatba temetkezhessenek. Ők a természet született mártírjai. Suttogások. Ha? Nem igazán értettem, hogy ezzel mit akart. Valószínűleg semmit. Az elméje zavart volt, végig félre beszélt. Hát, nem gyilkolta meg, az a lényeg. Kicsodát? Jill Pemberit. Azt tervezték, hogy megölik őt. Jöjjön. Hová megyünk? Van egy jobb orvosságom. Ugye ma már nem vezet? Nem. Helyes. Egy kis séta, a friss levegő jót tesz. Én holnaptól annyi friss levegőt szívok, hogy csak győzzem. Megyek. Peterson. Uram? Mrs. Millett, Calvert Street 21. Azt állítja, egy tenger alatt járó van a lefolyóban. Tessék. Ez is a munkánk része, indulás. Ja, és Peterson? Igen. A jelentését ezúttal három példányban kérem. Értettem. Nem túl szigorú velem. De talán. Rendes fiú. És szerintem jó rendőr. Nagyszerű rendőr. Csak tanulnia kell. Pláne a hibáiból. Most már második hete ugráltatom. Még kettő és visszahozom ide. Ne mondja! Ha csak egy szóval is említi, engem akkor... ne fegyegessen, felügyelő. Ne feledje. Én viszem minden nap önnek a teát. Mi legyen este? Nem terveztem semmit. Esetleg egy jó vacsora itthon? Jó, nekem jó. Halló? Igen, itt van valahol, tartsa. Ki az? Jill-t keresik. Jill! Jill! Ellie keresi telefonon. Jó, itt felveszem. Ellie? Igen, Ellen. Jill testvére, tudod? Ja, nem, bocsánat. Ti még nem találkoztatok, de jobb is, mert a család fekete báránya. Ellie. Igen? Ellie volt, aki segített? Ellie. És ez a városban történt? Igen, Ellie. Persze, hogy érte. Este a városban lesz. Rendőrség, halló, halló. Beszélhetnék Mr. Petersonnal? Ki keresi? Nos, Mrs. Drew, Mrs. Betty Drew. Üdvözlöm, asszonyom. Sajnos nem tudom adni, mert jelenleg házon kívül van. Üzen neki valamit? Nem, köszönöm, semmit. Mondja, hogy hívja vissza önt? Nem kell, nem fontos. Vagy... Mondom, hogy nem fontos. És esetleg tehetek... Élményekben is izgalmakban gazdag napja volt? Nagyon, két parkolóbírság, egy elveszett kutya és garázdák a főutcán. Veszélyesek? Rám is támadtak. Mi? Nem is akármivel, vízipisztollyal. Jaj. Úgy érezték, akkor és ott ők a törvény. Maradt még kávé. Igen, már is adom. Tom, nemrég keresték magát. Ki? Mrs. Drew. És mit akart? Ez az, hogy végül is semmit. Akkor meg miért keresett? Nem tudom.
Nem is kell visszahívnom? Nem. Hát én csak rákérdezek. Hamarosan itt a téltom, a hideg, fagyos tél. Szeretne még akkor is bírságokat írni? Meddig van a könyvtár? Szerintem 5-ig biztosan. Miért? Mi dolga a könyvtárban? Tom! Jó ét, Betty! Viszlát holnap. Miért bámulsz? Nem bámullak. Csodállak. George Drew és felesége Betty. Sikerpáros. Hát, 14 nyelven adták ki. George Drew a jó krimi receptje. Tégy különféle összetevőket egy edénybe, jól keverd azokat el, majd az edényből kivéve gyúrd egybe akár a tésztát. Hát, ha George Drew egybe tudja gyúrni, akkor én is. Jaj, bocsánat, nem akartam felébreszteni. Még szolgálatban? Igen. Oh. Pittnek házassági évfordulója van. Elcseréltem vele a szolgálatot. Viszont maga megnézhetné. Talán én vagyok az ünnepelt? Nem. Még feleségem sincs. És a szolgálatot is órákkal ezelőtt leadta. Tudom, de keresek valamit. Igen? Keresek. És mit keres? A jelentésemet a Drew esetről. Jaj, Tom, nagyon szépen kérem. Ne aggódjon, csak elmélkedem az ügyön, Frosty. Csak elmélkedem. Jó ét. Aludj jól. Suttogások Ellie-vel. Igen, poharak. Betört ajtó. És Bartók. Bartók. Tessék, a különféle összetevők.
Én vagyok. Jesszusom, tudja, hogy hány óra van? Nem ér rá holnapig? Jó, de éjfélig már nem érek oda. Jó, rendben, megpróbálok. Viszlát. Mi van? Az egyik amerikai kiadó. Éjjel indul vissza, és mindenképpen beszélni akar velem. Ilyenkor? Igen, én sem értem, de ez fontos, mert lehet, hogy még ma aláírja a szerződést a sorozathoz. Ami jó pénz lenne, megér egy kis virasztást. Jól van. Telefonhívás az alibi miatt. Vége a második résznek. Harmadik rész. Ne haragudj, hogy felvertelek. Aludj csak, reggel jövök. Egy jó kávét? Jobb is, ha kialszod magad. Már rád fér? Kész vagy? Hangok. Suttogások. Művelt pár hete, abból nem lesz baj. Hogyan? Csak félrebeszélt. Különben is megvan az alibim, ha Eli mellénk áll. Aj, George. Tényleg megbízható Eli? Esküdni fog, hogy éjféltől vele voltál egészen reggelig. Kénytelen. Túl sokat tudok a dolgairól. Hol a kocsi? Itt álltam vele a fákhoz, senki sem látja. Drága, ha nem akarod. De... Nem kell elkapkodnunk. Szerintem tényleg furán jön neki azok után, amiket a rendőrök megmondott. Nem, furán igen, de bizonyítani úgysem tudnak majd semmit. Ne aggódj, én évek óta gyilkosságokat találok ki. Van kávénk, Frosty. No, csak Csipke Rózsika felébredt. Ne rohanj úgy, még összeesel idő előtt. Kávét. Sokat.
Telefonzsinór elvágva. George, inkább hagyjuk. Most már nem. Válj el. Nem, kérlek, annak semmi hogy... értelme. Még ha belemegy, akkor de sincs. Miért? Mert Bettitől nem válhatok külön. Anyagilag. Az nem érné meg. Szóval, csak így lehet. Ölelj magadhoz erősen. Mondd, hogy szeretsz. Szeretlek. Szeretlek. Köszönöm a kávét. Mm. Jó éjszakát! Viszlát holnap. Mi a baj? Bűntudatba temetkezik. Mi van? Nem a nő mondta, hanem még Summers, amikor beszéltem vele. Egy született mártír. A telefonszáma? Kinek a telefonszáma? Summersé felhívom. Eszébe ne jusson ilyenkor, mindjárt éjfél van. Tudom, pont azért, mondja már! Uram, én vagyok. Peterson, Tom Peterson. Tán a halálám van. Én nem, de más lehet. Nézze, tudom, hogy késő van, de valamit mindenképpen tudnom kell. Majd holnap megbeszéljük. Ne tegye le. Néhány hete megvizsgált nálunk egy nőt, Mrs. Drew-t. Kit? Drew. Igen, pontosan, aki miatt lefokoztak. Emlékszem, olyasmit is mondott, hogy a hölgy túlérzékeny. Mint akinek bűntudata van, neurotikus. Most tegyük fel, hogy egy nő megneszeli egy gyilkosság tervét, amit mondjuk egy ismerős ellenszőnek. Mit tenne akkor? Pánikba? Ez így stimmel is, ugye? Gondoljon csak arra a púpra a fején. Így azért összeáll a kép, nem? De... Emiatt nem emlékezett mindenre. Vagy csak nem akart mindenre emlékezni. Hogy megmaradjon a kellő bűntudata, hogy Mártírnak érezhesse magát, ahogy ön mondta. Köszönöm, doktor, még jelentkezem. A felügyelő eleve nem fogja megnyúzni. Mielőtt még kibelezi. Gondolkozzon. Aztán mondja el, hogy volt, hogy pontosan miként tette. Valamivel éjfél előtt. Telefonálnak egy fontos ügy miatt. Igen. És ő elmegy, hogy legyen alibije, tudja. El kell mennie, hogy rá ne gyanakodjanak. És akkor ő egyedül lesz a házban. Se telefon, semmi, teljesen egyedül marad. De azt mondta, volt egy hívás. Elvágjuk a zsinórt a hívás után.
Jaj, drágám. A szinkront a Synchron Systems készítette.